A következő kísérletünkben pedig egy kicsit történelmi, kicsit földrajzos témájú kísérletet fogunk elvégezni. Mégpedig arra fogunk választ kapni feltehetően, hogy a luxori templom komplexumnak a falfeliratai hogyan is őrződtek meg, miként maradtak ránk az ókor egyik csodájaként. Ehhez, hogy szemléltessük, egy műanyagtálcát veszünk alapul, amibe száraz homokot fogunk tölteni, illetve a luxori templom oszlopait formázandó karton, lesúlyozott kartongurigákat fogunk használni. Gyakorlatban a szelet hajszárítóval fogjuk most imitálni, és meg fogjuk nézni, hogy feltehetően hogyan fogja betemetni az oszlopainkat a homok. Tehát itt a szélnek az első támadása után egy kis pici szünetet tartunk, és megnézzük, hogy mi is lett az eredménye ennek az első kísérletnek. A feliratokat, hogyha megnézzük az oszlopok oldalán, akkor nagyon szépen meg lehet figyelni, hogy pont az ellenkezője következett be, mint amire számítottunk. Tehát a szél által támadott oldalon az oszlopoknál pont, hogy egy kimélyítő tevékenységet végez a szél, és innen elfelé fogja hordani a homokot. A kísérletünk második részében pedig azt fogjuk megnézni, hogyha pontosan ellenkező irányból fúj a szél, tehát egy szélirányváltozás esetén az eddig vizsgált oldalunkon hogyan is fog viselkedni a homok. Most pedig, hogyha megnézzük a második kísérletünknek a végeredményét, akkor azt fogjuk megfigyelni, hogy az eddig vizsgált oldalon a homoknak a felhalmozódása indul meg. Tehát, hogyha összegezni szeretnénk, akkor a szél által támadott oldalon mindig egy kimélyítő tevékenység lesz megfigyelhető, a szél árnyékos oldalon pedig egy felhalmozó tevékenység.